Elkezdődött a 18. Pécsi Országos Színházi Találkozó, Bálint András a díszvendég. Kulináris élmények a Szent István téren, elkezdődött a Sétatér Fesztivál. Tudományos előadások, interaktív bemutatók, a jövő technológiájával ismerkedtek Pécset. Bármilyen tárgyat készíthetnek, szinte mérnöki pontossággal, 3D-s nyomtatóval dolgoznak általános iskolások. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Elkezdődött a 18. Pécsi Országos Színházi Találkozó. A hagyományokhoz híven elhelyezték a versenylakatokat a sétatéri lakatfalon, majd a színháztéren megnyitották a találkozót. A fesztivál 10 napján, június 7-e és 16-a között közel 150 program lesz, melyek nagy részét újra a Széchenyi téren, a színháztéren és további belvárosi helyszíneken rendezik. A Kodály Központban is több előadás kap helyet. 14 produkció, köztük 5 nagy színpad és 9 kamaraszínházi előadás került be a versenyprogramba. Az idei díszvendég Bálint András, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, színházigazgató, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Miért fontos a poszt? Három dolgot mondok. Egy. Szakmailag legyen magas színű, és az idei válogatás Regős és Téren olyan magasra rakták a mércét, az igazán tehetséges munkákat hoztak a magyarországi, a magyar színjátszás legjobb. Merész válogatás, de nagyon, nagyon, nekem nagyon tetszik. Kettő. Ugye nyilvánvaló, hogy fontos, hogy a közönség látogassa ezeket az előadásokat. Ezek népszerűek lesznek, erről különösen az OFF programok fognak tehetni. A harmadik nagyon fontos gondolat, ha szabad, ugye Pécsi Országos Színházi Találkozó, figyeljünk egymásra, mondta Péter az elég. Tehát a találkozó, a találkozás egymás, megnézzük egymás előadásait, vitatkozunk, beszélgetünk, kocsmázunk, bulizunk akár. Tehát az egésznek van egy nagyon barátságos hangulat, ugye? Csütörtök délután már csak a fellépők hiányoztak a színpadról, de minden készen állt a rajtra. A Kerekes Band, a Kistehén és a Golesztán is fellép az idei Sétatér Fesztiválon. A díszvendég Pécs szerbiai testvérvárosa Újvidék lesz. A város 2016 végén nyerte el a 2021-es Európa Kulturális Fővárosa címet. A két település közötti korábbi együttműködések után tovább mélyül a kapcsolat. Ennek keretében június 15-e és 17-e között koncertekkel, művészeti produkciókkal és az Újvidék is tannál gasztronómiai kínálattal mutatkozik be a szerb város. Rengeteg fellépőnk lesz, és nagyon sok színű lesz a kínálat. Itt lesz például a Kistehén Táncenekar, a Golesztán, a Kerekes Band, a Pécsi Junkie Jack Flash, a Flip Flop and the Flyers. Hosszú is lenne felsorolni az összes fellépőt. Ugyanakkor lesznek gyerekprogramok is, például a Hangerdő Társulat előadása, látható lesz a Kincskereső Kisködmön, továbbá Kreatív Bűvész Suli is lesz, ami biztos, hogy izgalmas program. És újdonság az idei fesztiválban, hogy nagyon erősen nemzetközi mezőny, mongol, lengyel és szenegáli produkciókat is láthat a közönség. Továbbá a fesztivál díszvendége Pécs testvérvárosa Újvidék, úgyhogy egy picit a szerb kultúrába is bepillanthatnak a látogatók. Az Oktatási Hivatal korábbi tájékoztatása szerint az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgákat június 7-e és 14-e, a középszintű szóbelieket pedig június 18-a és 29-e között tartják. Emelt szinten egy hét alatt 94 tárgyból, 176 helyszínen, 2815 tantárgyi bizottság előtt több mint 41.700 szóbeli vizsga lesz. Az emelt szintű vizsgákat a 20 megyei fővárosi kormányhivatal szervezi. Az Oktatási Hivatal által elkészített szóbeli tételek a kormányhivatalok közreműködésével jutnak el a háromtagú tantárgyi bizottságokhoz. A tantárgyi bizottságok elnökét és tagjait a vizsgaszervező kormányhivatal bízza meg. A vizsgázó teljesítményét az adott tantárgyi bizottság mindhárom tagja a tárgy leírásában, jogszabályban rögzített szempontok alapján egyéni értékelőlapon külön-külön értékeli. A tantárgyi bizottság egyéni osztályozó ívet állít ki minden érettségizőről, melyet a vizsgaszervező kormányhivatal küld meg az illetékes érettségi vizsgabizottságnak.
Szükségünk lesz a mobiltelefonra, ha csevegni szeretnénk, használunk-e kézzelfogható pénzt, mi fog történni, ha az emberiség kinövi a Földet. Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphattak azok, akik csütörtökön ellátogattak a PTE 2067 jövő konferenciára. A rendezvényen tudományos előadásokon és interaktív bemutatókon keresztül ismerkedhettek meg a fiatalok a jövő technológiájával. A konferencián mintegy 400 középiskolás diák vett részt. Robotprogramozás, 3D nyomtatás és e-sport. Többek között ilyen programokon vehettek részt azok a középiskolások, akik ellátogattak a PTE 2067 jövő konferenciára. A rendezvénynek a Szent Ágotai János Kutatóközpont adott otthont. Az intézményben az interaktív programok mellett tudományos előadásokra is beülhettek az érdeklődők. Nagyon sok előadót hívtunk, akik ezekbe a témákba beavatottak, kutatásaik, szakterületük révén, esetleg tudnak már olyan hipotéziseket mondani, felállítani, amik a jövőben esetleg várhatók, illetve olyan világot mutatni, ami majd körülveszi ezeket a diákokat, akik abban a korban lesznek felnőttek. A konferencia célja, hogy bemutassák a következő 50 évben várható fejlődést, lehetőségeket, illetve változásokat, akár az orvostudomány, akár a mindennapi élet területein. A látványos állomások között a bűnüldözés világába is bepillantást nyerhettek a diákok. Profilozók bőrébe is bújhatnak egy megtörtént FBI eset feldolgozása kapcsán, valamint a saját újnyomokat is rajzolhatják a táblára, a saját történeteket találhatnak ki, hogy hogyan is fog kinézni majd a jövő bűnüldözését, vagy bemutatunk még pár olyan technikát, eljárást, ami szintén új eljárásnak számít a bűnügyi nyomozásban. A látogatók választ kaphattak arra is, hogy az emberi tevékenységeket milyen mértékben veszik át a robotok, kell egy gyógyszertárba mennünk, vagy egyáltalán szükségünk lesz-e tablettákra, ha megbetegszünk. A sokrétű bemutatók igen érdekesnek bizonyultak a középiskolások szerint. A e-sportok nagyon tetszettek, elmagyaráztak mindent, amit tudni kell róla, nagyon jó volt, tényleg. A robottechnikáról beszélgettünk, az elég érdekes volt, így mindenféről, hogy a világunkban hogyan jelenik meg a jövőben, az hogyan fog megjelenni, meg a munka szempontból is, hogy esetleg hogyan segíthetnek így a munkánkban. Az előadások és interaktív bemutatók mellett egy felvétel is stand is várta a fiatalokat. Az egyetemnek ugyanis nem titkolt célja az is, hogy a fiatalok a PTE valamelyik képzését választák a középiskola után. Különleges kitüntetésben részesült a Pécsi Mezőszél utcai általános iskola. Az intézmény a Gyorsabban, Hatékonyabban, Együttműködve című projektjével nyerte el az Erasmus Plus nívó díjat. Két pályázat is futott egy időben, ezekkel érdemelte ki az iskola kitüntetést. Az egyik pályázatban a tanári kar tagjai vettek részt külföldi utazásokon, ahol új információs és kommunikációs technikákkal ismerkedtek meg. A másik pályázatban eredményes és példás szorgalmú gyerekekkel utaztak, szintén külföldre. Ezekkel a projektekkel nyelvi ismeretekre is szert tehettek mind az oktatók, mind a diákok. Az iskola igazgatója szerint a NIVO díjat az egész tanári kar megérdemli. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen két éves nagy pályázatban természetesen nem egyenlően oszlanak el a feladatok. A projektkoordinátorunk, illetve a menedzsere a pályázatnak Lombosi Nikolett és Jutasi Szilvia tanárnők voltak. De azt gondolom, hogy az egész tantestület kapta ezt a NIVO díjat, hiszen egy-egy utazás alkalmával volt, amikor négy kolléga utazott el mondjuk egy hétre, és természetesen ez tanítási idő alatt történt, tehát az itt maradott kollégáknak kellett ellátni a feladatot. Ezért mondtam azt, hogy úgy gondolom, hogy a tantestület kapta ezt a NIVO díjat. A tesztelés után július 1-től indul a gazdaságfehérítés újabb eszköze, az online számlázás. A kormány a vállalkozóknak ingyen biztosítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal saját fejlesztésű online számlázó programját, mely az adatszolgáltatáson túl számos speciális szolgáltatást is nyújt használóinak, tájékoztatott Varga Mihály pénzügyminiszter. A tárcavezető kiemelte, hogy a NAV saját fejlesztésű online számlázó programja olyan speciális és egyedülálló szolgáltatás, melyet jellemzően a kis- és középvállalkozások tudnak majd használni. Az ingyenes program biztosítása példaértékű lehet a bürokrácia csökkentésben is, hangsúlyozta. Azon túl ugyanis, hogy jelentősen csökkennek a vállalkozások adminisztrációs terhei, az adóhivatali programot használóknak nem kell a számlakiállítással kapcsolatos költségekkel sem számolniuk, így például az online számlázást választóknak a jövőben nem kell többé számlatömböt vásárolniuk, tette hozzá. A 3D-s nyomtatás manapság egyre több területen népszerű. Egy baranyai általános iskolában azonban már szakkört is indítottak.
Az Egyházas Kozári Intézményben a felső tagozatosokat tanítják meg a nyomtatóhoz tartozó program kezelésére. Már házi versenyt is rendeztek a szakkör tagjai között, csütörtök délután pedig kiosztották a díjakat a nyerteseknek. Kivételes intézmény az Egyházas Kozári Iskola. Ez az egyetlen olyan baranyai általános iskola, mely rendelkezik egy 3D-s nyomtatóval. A gép egy sikeres együttműködés eredménye. Felvettük a kapcsolatot itt a környező településeken. Önkormányzataival, főként Egyházas Kozárral és a Bikali és a Egyházas Kozári kisebbségi önkormányzatokkal. És akkor beszélgettünk róla, és akkor eldöntöttük, hogy egy ilyet veszünk közösen. És ez így történt ez a dolog. Mindenki ezt megszavazta, és akkor közösen vettünk egy ilyen 3D-s nyomtatót. Az iskolában szakkört is indítottak, ahol a felső tagozatos gyerekek megtanulhatják ezt az egyébként ingyenes programot kezelni. Volt már egy ilyen forduló, hogy versenyt hirdetünk az iskolába, és a létszámuk szerintem most majdnem a kétszeresére nőtt a versenyen indulóknak, ami nagy örömmel tölt el bennünket. Ennek a versenynek pedig csütörtök délután zajlott a díjátadója. Itt az 5. osztályos Bálint szerezte meg korcsoportja első helyezését egy kamionnal. Most egy újabb járművön dolgozik. Ez egy Big Bad, a világ legnagyobb traktora. Ez egy 100 lóerős, és hát már egy jó ideje dolgozok vele. Az iskola informatika tanára elmondta, most, hogy itt ez a lehetőség, a 3D nyomtatás oktatását is beépítették a tananyagba. Minden osztály, minden tanulója foglalkozik vele jó néhány órán keresztül. Egy egyszerű kulcstartótól elindulva a Pécsi Jamit nyomtattuk ki minaretestől, mindenestől. A gyerekek ezzel az eszközzel szinte mérnöki pontossággal készíthetnek különböző tárgyakat. A legközelebbi házi bajnokságot decemberben rendezik meg, addig gyakorolhatnak és tökéletesíthetik technikájukat a tanulók. Mint ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, egy elektromos kis repülőgép zuhant le május végén Pogány mellett, a balesetben ketten életüket vesztették. Az eset körülményeit már vizsgálják, szakértői vélemény 2 hónap múlva várható. A közlekedés és a légügyi hatóságon kívül a Siemens csapata is segít a szakértőknek felfedni a baleset okát, szemlézte le a HVG. A Siemens 2 éve dolgozik a magyar repülőgép gyártóval, annak gépeibe hajtóműveket és egyéb alkatrészeket szállít. Szóvivőjük most azt közölte, hogy elővigyázatosságból egyetlen Magnus E-Fusion sem repülhet, amíg nem sikerül megállapítani, mi miatt következett be a tragédia. Rövid ideig tartott, de magas hozamot és jó minőséget produkált az idei eperszezon. A boltokban még most is kapható a vitamindús és ízletes gyümölcs, viszont sietnie kell annak, aki epret vásárolna. A szezon végeztével stábunk utána járt, milyen volt az idei eper. Zsúfolva van eperrel ennek a pécsi bevásárlóközpontnak a gyümölcspultja. Noha az eper szezon végén járunk már, még mindig kapható a gyümölcs az áruházakban és az útszéli árusítóhelyeken is. Volt, aki mindkét helyről vásárolt és kóstolt epret. És melyik ízlet jobban, azt hadd kérdezni? Nem tudom, ezt így nem analizáltam ki magamban, hogy melyik volt a jó. Kóstoltad-e már az idei epret? Ettem már, igen. Ettél áruházi eper volt, hadd kérdezem? Nem. Nem, csak most sietek, és nem nincs időbe venni zöldségeshez. Végeztek a betakarítással ezen az eperföldön Vajszló mellett, így már értékelni lehet az idei termést. A mennyiségét azt meghozta, minőségre nagyon jó volt, nagyon édes volt, finom volt. Jót tett a gyümölcsnek a sok napsütés, mondja a termelő, de pont emiatt gyorsabban is beérett, így lerövidült a szezon. Május elején kezdték szedni, és május végére már el is fogyott az összes eper a földekről. A jó minősége miatt azonban hamar elkapkodták. Az árak is nagyjából hasonlóak voltak a tavalyihoz, mert május elején még azért 1500-1600-ért el tudtuk adni az első osztályú epret. A hónap vége felé igaz, hogy ez már lecsökkent olyan 6-800 forintos eladási ára, de azért így is a mennyiség miatt meghozta azt az előre várt számításunkat. Így hát azt kell, hogy mondjam, összességében jól sikerült ez az eper szezon. Aki kóstolna a gyümölcsből, ha siet, még talál az árusoknál idei, hazai epret. Az áruházak polcain viszont később is kapható majd a külföldről behozott melegházi eper, említi a termelő. De az sem sokáig, ugyanis ez a gyümölcs legfeljebb másfél hónapig adja le a termését. A pécsi járás és nyomozó ügyészség garázdaságvédsége miatt vádat emelt egy pécsi férfi ellen, aki egy családi veszekedés során kidobta az ablakon a tévét az utcára.
A férfi idén tavasszal ittasan ment haza pécsi lakásukba, ahol a késő esti órákban veszekedni kezdett az élettársával. A veszekedés során a férfi ordibált, szidalmazta élettársát, és a lakás csaknem összes bútorát összetörte, majd megragadta a szobában lévő televíziót, és azt a csukott ablakon keresztül az utcára dobta. Ezután még számos edényt, egyéb használati tárgyat, hűtőszekrényfiókot, élelmiszert is kiajtott az utcára. A kidobott tárgyak a ház melletti járdára estek, ahol senki nem tartózkodott, így szerencsére senki nem sérült meg, és a közelben parkoló autókban sem keletkezett kár. A férfi erőszakos magatartás ugyanakkor alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, így ez a magatartás garázdaságnak minősül, amiért akár 2 év szabadságvesztés is kiszabható. 16 U12-es labdarúgó csapat vett részt a világ legnagyobb nemzetközi gyermek foci kupájának pécsi regionális elődöntőjén. A Danon foci kupa a gyermekekért torna célja, hogy a magyar gyermekek álma is valóra válhasson, és egy igazi nemzetközi, csaknem 30 ország részvételével zajló megmérettetésben vehessenek részt. Idén Dárdai Pállal is találkozhattak a pécsi selejtező résztvevői. Izgalmas meccsekkel, táplálkozási tanácsokkal, egy új edzésmódszerrel és ügyességi játékokkal várta a családokat a Danon foci kupa a gyermekekért labdarúgó torna Pécsett. Idén 16 csapat mérte össze tudását a pályán, így mintegy 40 izgalmas összecsapást láthattak a szurkolók és az eseményre kilátogató családok. A kis focisták nagy örömére Dárdai Pál is részt vett a tornán. Pontos a városnak szerintem egy, hogy itt rendezik, mert azért ennek a vége egy világkupa, hogyha rábízták ezt a történetet Pécsre, akkor megbíznak az emberekbe, ez egy jó, ez egy bónuszpont. Amúgy meg ez az a tanulásnak a labdarúgásban az aranykora, ebbe a korosztályban rengeteget tanulnak a srácok, és egy ilyen év végén össze tudják mérni az erejüket, innentől kezdve lépnek majd nagy pályára, tehát ez egy olyan történet, ahol már sok mindent lehet látni. A világ legnagyobb gyermek labdarúgó kupája 18 éves múltra tekint vissza. A közel 30 országban megrendezett eseményen minden évben 2,5 millió gyerek vesz részt az U12-es korosztályból. A torna célja, hogy a sporton és a labdarúgáson keresztül egészséges életmódra, valamint kiegyensúlyozott táplálkozásra nevelje a gyerekeket. A torna hazai fordulóiban 4 régió, 64 csapata, azaz több mint 800 fiatal labdarúgó versenyez egymással az elsőségért, valamint az egészségbajnoka címért. Ugye mostani selejtezőből 3 csapat tovább jut az országos döntőbe, és aki az országos döntőt megjeli június 17-én, az Spanyolországban fog részt venni egy nemzetközi nagyszabású tornán. Ugye a tavaly évben a Győr csapata megnyerte az országos döntőt, és Amerikában szintén azt gondolom a gyerekeknek ez egy óriási élmény. Az edzők véleménye az volt, hogy rengeteg tehetséges labdarúgó vett részt a kupán, de az, hogy kiből lesz válogatott játékos, ilyenkor még nehéz megmondani. Egy új edzésmódszert is kipróbálhattak az érdeklődők a Dárdai Pál közreműködésével megrendezett Danon kupán. A pécsi regionális fordulót az Illés Lurkó csapata nyerte meg, második helyen a ZTE U12-es csapata végzett, a Győrjetó pedig harmadik helyezettként zárta a kupát, ők vehetnek majd részt a budapesti döntőn. Idén először ítélték oda az egészségbajnoka címet is, melyet Városi Bálint, a Keszthely Haladás SC játékosa nyert el. Földrengés rázta meg csütörtök reggel a horvátországi Slavonski Brod térségét. Személy sérülésről és anyagi kárról nem érkezett jelentés, de a földmozgást érezni lehetett Magyarországon is. A horvát szeizmológiai intézet a Richter skála szerinti 3,8-es fokozatúra becsülte a földrengés erejét. A földmozgás középpontja a boszniai határnál fekvő várostól 15 kilométerre délnyugatra volt, és egy jóval kisebb utórengés követte. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Meghalt egy 3 hetes kisbaba Faddon május végén. Az elsődleges orvos szakértői vélemény szerint nincs nyoma idegenkezűségnek, vagyis valószínűleg bölcsőhalál történt. A hirtelen csecsemőhalál pontos okát máig nem tudják, csak azt, mik a hajlamosító tényezők. A gyermekorvos légzésfigyelő használatát és alapvető szabályok betartását javasolja a tragédiák elkerülése érdekében. Tragédia rázta meg Fad lakosságát, meghalt egy 3 hetes kisbaba. Úgy tudjuk, hogy a haláleset a település hátrányos helyzetű részén történt még május végén. Az édesanya május 29-én még megszoptatta a kicsit, majd lerakta aludni az esti órákban. Ám a kisbaba nem ébredt fel többé. Az anya hajnalba ment volna megszoptatni babáját, akkor vette észre, hogy nem mozdul és nem lélegzik a csecsemő. A kihívott mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani, segíteni nem tudtak az újszülöttön.
Tolna megyei Balassa János kórházból kapott bejelentést a rendőrség azzal kapcsolatban, hogy egy csecsemőt szállítottak be hozzájuk, aki az otthonában hunyt el. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság Szekszárdi kapitánysága közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az elhalálozás körülményeit. Az elsődleges orvos szakértői vélemény szerint nincs nyoma idegenkezűségnek, vagyis valószínűleg bölcsőhalál történt. Győri Gábor több évtizede praktizál, eddig két bölcsőhalállal találkozott, mindkettő Bátaszéken rossz szociális helyzetű családban történt, mert máig nem tudják pontosan, miért halnak meg a kisbabák, csak a kockázati tényezők ismertek. A bölcsőhalott gyerekek közül van néhány olyan betegség, ami jobban hajlamos itt erre. Ilyen például a koraszülöttség, az extrém kisúlyú újszülöttek, akik esetlegesen hosszabb ideig lélegeztetve is voltak, őnáluk ez gyakrabban fordul elő. Aztán érdekes módon nemi eltérés is van, az áldozatok kb. 60-65%-a az fiú. Nagyon gyakran szokott ez előfordulni este vagy az éjszakai órákban, illetve a téri hurutos fertőzéses időszakban. A hirtelen csecsemőhalál szempontjából rizikot jelent még, ha a családban már fordult elő bölcsőhalál, ahogy kockázat a rossz szociális körülmény, és ha a gyermek a szüleivel egy ágyban alszik, illetve a gyermek hasra, oldalára fektetése. A légzés figyelő használatát javasolják a szakemberek, aminek nem csak az ágyba a szivacs alá helyezett verziója létezik. A mobil pelenkára helyezett eszköz figyeli a mellkas és a has térfogat változását, és jelez, ha baj van. Közel 70 étterem, bolt és más vendéglátóegység vezetői gyűltek össze Balatonszárszon, hogy a nyár kezdetén tájékozódjanak a jogszabályi változásokról és az ellenőrzésekről. A kereskedők és vendéglátók országos érdekképviseletének szezonindító ülésén kiemelték, még mindig nagy probléma az önállóan dolgozni tudó, gyakorlattal rendelkező, szakképzett munkaerő hiánya. Az üres állásokat éppen ezért sokszor diákokkal töltik fel. A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének szezonindító ülésén az egyik kiemelt téma a munkaerőhiány volt. Az eseményen elhangzott, ez a probléma immár 5 éve sújtja a vendéglátósokat. Természetesen visszatérő gond a önállóan dolgozni tudó, gyakorlattal rendelkező szakképzett munkaerőhiánya. Évről évre kevesebben jelentkeznek, de bízunk abban, hogy majd a hónap végén vagy július elején, mikor nagyobb számba megjelennek a Balatonparton az idénymunkások, az egyetemisták, főiskolások, középiskolások, akkor nagyon sok hiányzó munkahelyet be tudtak majd tölteni. A munkaadók magasabb bérekkel próbálják meg a Balatonhoz csábítani a munkaerőt, emellett sokan már tavasszal kinyitottak, hogy hosszabb távon tudjanak munkát adni. Emellett az eseményen elhangzott, a bérek növekedése még mindig nem hozta meg a várt eredményt, és sokan elvándorolnak külföldre, sőt a béremeléssel nőttek a vállalkozó kiadásai is. Magasabb lesz a minimálbér, akkor nekik járulékban ne legyen több fizetivalójuk, mint ami eddig volt, tehát olyan mértékben kellene mérsékelni a bérre rakodó közterheket, hogy az ne emelkedjen, mert így juthat csak több a munkavállalók számára. Éppen ezért ősszel a munkaadók, a munkavállalók és a kormányzati oldal is tárgyalásokba kezd. Az ország minden részéről, sőt külföldről is érkeztek minták az idei szekszárdi kékfrankos borversenyre. A verseny 10. alkalommal rendezték meg, és a szervezők azt mondják, még ennyi idő után is évről évre találkoznak teljesen új technológiával, kékfrankos szőlőből készült borokkal. Jó néhány palackot fel kellett nyitni a kékfrankos borverseny szervezőinek a zsűrizés előtt. Közel 200 minta érkezett, nem csak az ország jelentős bortermelő vidékeiről, Egerből, Villányból, Sopronból, hanem Európa több országából, például Ausztriából, Németországból. A zsűri is nemzetközi volt. A verseny egyik különlegessége egy német, kékfrankosból készült fehér bor lett, de pezsgő is került ebből a fajtából a zsűri elé. A programot szervező Kert barátkör elnöke szerint éppen az a kékfrankos erőssége, hogy rengetegféleképpen lehet belőle jó bort készíteni. Több mint 100 éve együtt élünk vele, és még mindig kiismerhetetlen. Gyakorlatilag ahogy változott közben a technológia, így a kékfrankos egyre több arcát mutatja,
mint ahogy mondtam, az első mintegy épp egy fehér-kék frankos volt Németországból, ami szintén ezt jelzi. A 2015-ben bevezetett egységes szekszárdi baros palackokból eddig több mint 300 000 darabot töltöttek meg és adtak el világszerte. Ezeknek az üvegeknek a 40%-ába került kék frankos szőlőből készült bor. Ezt Szekszárd polgármestere mondta a megnyitón. Ács Rezső arról is beszélt, hogy az idei kétnapos kék frankos ünnep kiváló alkalom lehet arra, hogy a borászati ágazat különböző szakmáit képviselő szakemberek jobban megismerjék Szekszárdot és a város borászatait. Évről évre fejlődik annyit Szekszárd környéke, a város és maga a borvidék is, hogy mindig találnak benne az újonnan ide látogatók újat, úgyhogy remélem, hogy ez a program is hozzájárul ahhoz, hogy a következő időszakokban még többen fogják majd a város felkeresni. Nem csak rendezvényeken, hanem hétvégenként is. A 10. jubileumi szekszárdi kékfrankos ünnep csütörtökön szakmai nappal konferenciával folytatódik, aminek a témája természetesen a kékfrankos fajta lesz. Nem tudnak úszni, hittasan mennek a vízbe, vagy éppen nem veszik figyelembe a viharjelzést. A legtöbb esetben emiatt kell menteniük a Balatonból a szakembereknek. Tavaly a mentések száma meghaladta a 400-at. A Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete, a Balatoni Vízrendészet, valamint a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közösen fejlesztik ki az úgynevezett mentőve elnevezésű programot, mellyel a felelős fürdőzésre hívják fel az emberek figyelmét. Nyaranta mintegy 3 millióan látogatnak el a Balatonhoz, amely nem csak a turizmusáról híres, hanem az Európa szerte egyedülálló vízibiztonsági rendszeréről is. Ebbe beletartozik a meteorológiai jelentéseknek a gyorsasága, hatékonysága, a viharjelzés, viharjelző rendszer, a viharjelző rendszerhez tartozó applikációknak a terjesztése, ami szinte egyedülálló. A nagy biztonság ellenére azonban a múlt évben több mint 400-szor kellett vízből mentést végezniük a szakembereknek. 1952 óta nem volt olyan év, hogy a Balaton, hogy az emberi felelőtlenség leszhette volna az áldozatait. 2017-ben 5 olyan eset volt, amikor azért került bajba a fürdőző, mert nem tudott úszni. 6-an pedig azért haltak meg, mert vízi járműről ugrottak a Balatonba. A Balatoni Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság, valamint a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közösen fejleszti ki az úgynevezett mentővel nevezésű programot, amellyel a felelős fürdőzésre hívják fel az emberek figyelmét. Nagyon sokféle kommunikációs megoldást fogunk alkalmazni, a kommunikációs szakértőink segítettek ebben. A táblától, a szóróanyagon, keresztül a flashmobon, a játékokon át sok minden szerepel benne, és mindegyiknek a magva az a közel 30 tőmondatos vagy bővített mondatos üzenet, amely felhívja a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyeket el kell kerülniük. A tavon egyébként 150 kijelölt fürdőhely és közel 200 fürdésre alkalmas szabadstrand várja a vendégeket. Híradónk végén fontosabb aranyai témáink, még egyszer röviden. Elkezdődött a 18. Pécsi Országos Színházi Találkozó, Bálint András a díszvendég. Kulináris élmények a Szent István téren, elkezdődött a Sétatér Fesztivál. Tudományos előadások, interaktív bemutatók, a jövő technológiájával ismerkedtek Pécset. Bármilyen tárgyat készíthetnek, szinte mérnöki pontossággal, 3D-s nyomtatóval dolgoznak általános iskolások. Pénteken kezdetben többfelé napközben, elsősorban északon, északkeleten, majd estétől főként délnyugaton alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Egy-egy hevesebb zivatar ezen a napon is előfordulhat, felhőszakadás, jégeső, viharos szél kíséretében. Zivataroktól függetlenül délen élénkülhet meg a keleti szél, napközben 28-33 fokot méretünk, délen lesz a melegebb. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami érdekes lehet mások számára, és akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyő alján látható elérhetőségek valamelyikére. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!